A normalitás egyébként nem átlagost jelent. Ezt nagyon hangsúlyozom. A normális ember nem átlagember. Az átlagember nem normális. Az egy ember alatti felé mutató képződmény, az úgynevezett átlagember. A normális ember és az átlagember között mérhetetlen távolság van. Na, az átlagembert nem sokra becsüljük. Kevésre becsüljük. Nem becsüljük. Na, a normális embert annál többre. Becsülnők, hogyha lennének ilyenek. Általában a jelenkori világból a normális ember majdnem teljesen hiányzik. És van, akivel azután lassan kialszik. Ez az, amikor az emberek felnőtté válnak, idézőjelben, teljesen. A teljesen felnőtté váló ember azt tartja az adekvátnak, hogyha nem foglalkozik a lényeges kérdésekkel. Lényeges kérdéseket marhaságoknak tartja. Nem egyszer lehet találkozni olyan emberekkel, én is találkoztam, hogy fiatal koromban, érdekes filozófia, foglalkoztam ilyen marhaságokkal, de aztán későbbiekben nem. Tehát amikor kellőképpen felnőttem, amikor megkomolyodtam, akkor már nem foglalkoztam. Tehát ez azt jelenti, hogy jól indult, de kisiklott. Az eredetről, a kezdetről és a kezdettelenről beszélnénk ma. Ezek között egy rangsor is van. Nyilvánvaló, hogy a kezdettelen fel meg az abszolútnak, és ez a rangban a legmagasabb fokon. Az eredet már feltételezi a kezdetet. Az eredet mindig valaminek az eredete, valaminek a kibontakozása, a kezdet pedig mindennek az alapja, tehát minden eredetnek az alapja is. És minden eredet mögött van, előtt és mögött, azt szerint, hogy hogyan nézünk erre. A kezdettelen az abszolút. Beszéljünk erről. A kezdettelen különböző tradíciókban kiemelt fontossággal bír. Leginkább a Kabbalában jelenik meg, Én Szóf vagy Ein Szóf néven. Ennek van egy tovább bontakozott formája, az Én Szóf Aur, vagy Én Szóf Aur és az Ein Szóf Aur. Ez azt jelenti, hogy kezdettelen fény. Tehát a kezdettelen fény. Ennél még mélyebb, mit jelent a kezdettelen, az Ein Szóf vagy Én Szóf, és végül, amikor teljes közvetlenül az abszolútum van megcélozva, akkor csak annyit mondanak, hogy Ein vagy Én, ami magyarul a talantelennek felel meg. Mert semmivel nem hozzák összefüggésbe. Ezek tulajdonképpen annak a legvégső állapotnak, vagy valóságnak az intenzitásai. A beteljesedés az énben, az ájnban történik meg. Utána kezdettelen lesz, utána kezdettelen fény lesz. Vagy ez miért? Végtelen fény.
mert két irányban van végtelen, a kiterjedés és az eredet értelmében vett. Az én szóf az ősi primordialitásra vonatkozik. Van egy másik kifejezés is, az én kádmón, az a szorosan az extenzív végtelent jelenti. Ezek a végtelenek, kezdettelenek a valóság legmélyebb gyökerére vonatkoznak. Arra, ami megvalósítva, tudatilag megvalósítva a célhoz érést jelentik. A végen, végső végen túli végtelen, a mindent megelőző kezdet előtti kezdet, telen már. Ez tulajdonképpen az, amiben a célhoz érés megvalósul. Azt is lehetne mondani, erre már utaltam korábban, hogy ez ad felel meg a normalitásnak. A normalitás feletti, vagy normalitáson túli a szószaporítás. A normalitásnál több nincs. A normalitás az, aminek így kell lennie. A normális ember, most nem elmegyógyászati értelemben, az, aki önmagában ezt a kezdettelen és végtelen állapotot realizálja. Ez minden megvalósítás és megvalósítás előkészítő beavatás és minden beavatást előkészítő felkészülés lényege. Megcélozni és elérni a normalitást. Ez a normalitás abszolút. Nyilvánvaló, hogyha valaki ezt intuitíve nem érinti, akkor nem tudja elgondolni azt sem, hogy ez miért lehet cél, hogy miért fontos ez. Miért kell elérni? Nem kell elérni. Ezt az éri el, aki életét erre fordítja. Nem kell. Nem kell elérni az előkészítést, a beavatást, a megvalósítást. Egyáltalán nem kell. Semmiféle hiány nem lép fel, ha ez nincs megvalósítva. Azért, ha magam elé ezt célként jelölöm ki, akkor én el akarom érni, mert saját állapotomat normalitás alatti és normalitáson kívüli állapotnak fogom fel. Helyre akarom állítani a normalitást. Ez a normalitás abszolút. Kezdettelen és végtelen. És egyértelműen a hatalommal van összefüggésbe. Tehát el kell érnem a teljes hatalmat, hogy semmi ne korlátozzon többé. Mindaz korlátoz, ami felett nincs hatalmam. De ha hatalmamban a ragaszkodás bármilyen értelemben megjelenik, tehát nekem a szóközönség értelme kell, akkor az is korlátoz. Mert a hatalom is korlátozhat, ha rosszul ragadom meg a hatalmat.
uralomnak a hatalom birtoklását nevezem. A hatalom, már erre is utaltunk, szanszkrit neve Shakti. Másodlagos jelentése erő. Tehát hatalom és erő. Egy teljes egységet, a Shakti és a Shakta együtt. A Shakta az uralkodó. Akié a hatalom. Akié az erő. Szimbolikában a Shakti nőnemű. A Shakta hímnemű férfi. Virilis. A lét különböző lenyomataiban ez megjelenik. A nő eleve szimbolizálja a Shaktit, a férfi pedig a Shaktát. Természetesen, ahogyan a világ áll, és ahogyan az emberek állnak, nagyon messze vannak a nők a Shakti állapottól, és a férfiak még messze vannak a Shakta állapottól. Ez a különbség óriási, a rangbeli különbség. A szimbolikus megfelelés viszont egyértelmű. A bővítés túlzásába esnénk, azt mondanunk, hogy 1 millió nőből egy tényleges Shakti reprezentáns. És kb. 1 milliárd férfiból egy Shakta reprezentáns. Ennek ellenére a szimbolikus megfelelés egyértelmű. Most nem közelíteni kell egymáshoz a kettőnek. Hamvas Béla is tévesen írja le ezt az összefüggést, azt mondja, hogy a férfinak megvalósításban egyre inkább nővé, a nőnek egyre inkább férfivá kell válnia. Ez nem így van. A férfinak még inkább férfivá kell válnia, és a nőnek még inkább nővé. És egy végső állapotban ezek mint egy összerobbannak. És ez valósítja meg az abszolút totalitást. Tehát egymásba robbannak. Nem közelítés révén, hanem éppen a kettőség fenntartása és felfokozása mellett. Olyan hübriszek élnek emberekben, például nőkben is, hogy megyre inkább férfivá kellene válni, férfivá szeretnének válni. Úgy, hogy közben nők maradnak, úgy akarnak férfivá válni. Férfiak ugyan ritkán akarnak nővé válni, vannak ilyenek is, de ennek ellenére a feminitást közelítik lényük szerint. Ez óriási hiba. A férfinak férfinak kell lennie. És a nőnek nőnek meg kell válnia igazán. Teljesen. Mondjuk úgy, hogy a totális nő és a totális férfi
egyberobbanása révén valósul meg a status absolutus, az abszolút állapot, ami a voltaképeni cél. Ez az embernél van így. Az ember alatti lényeknek is van, legalábbis jelentős részüknek, nemi különbsége. Ez azt jelenti, ez azért van, mert az állatok például bizonyos értelemben az ember lenyomatai, emberi verziók megtestesülései. Az állatok voltak éppen emberek. Mellékvágányra tévedt emberek. És jelenleg a jelenlegi fiziológia és főleg fiziológus pszichológia teljesen másképp értelmezi, kifordítva értelmezi, úgy, hogy az ember állat. Az embert állatnak tekintik. Gerinces, emlős állatnak. Már utaltam korábban, és másodt is rá, hogy a hekkeliánusok, Ernst hekkeliánusok például azt mondták, hogy Isten, ha van, akkor egy légnemű, gerinces élőlény. Légnemű, gerinces. Hát, szerencsére nem az. Világ így szomorú állapotban van, hát még akkor szomorú állapotban lenne, de szerencsére nincs így. Tehát az állatok bizonyos értelemben emberek, és az ember viszont nem állat. Még pontosabban, az ember és az állat között exomorfologikus hasonlóság áll fenn. Tehát a külső alkata bizonyos értelemben emlékeztet az állatokra. Különösen az ember szabású majmokra. De ez mit sem jelent, ez nem a lényeget érinti. Minél bensőségesebben vizsgáljuk az embert és az állatot, annál inkább kiderül az, hogy az ember nem állat. Még csak az se lehet, hogy nagy különbség van közöttük. Az ember egyáltalán nem állat. Még az állati vonásokat mutató ember sem az. A tényleges ember pedig végképp. Mert az ember nem állat, és a kezdetnek, és a kezdettelennek, és a végtelennek is egy olyan valóság felel meg, ami önmagát a feltétlen egységesülésből deriválta. De aki elérte a totalitást, és a totalitásból következően az abszolúciót. És ezáltal a normalitást. Az embernek teljesen emberré kell válnia,
hogy az ember felettibe átléphessen. A feltétlen megvalósítás eleve ember feletti. Az nem emberi állapot már. Emberi állapotból indul ki, egy egészen az ember beteljesüléséből indul ki, és felülmúlja az embert. Külsőleg, mondjuk egy tökéletes megvalósító, emberi Budda mondjuk, úgy néz ki, mint egy ember. De nem ember már. Az ember feletti belépett, az lépett, ami benne lényeges. Nem külalakja lényeges, nem exomorfologikusan lényeges, hanem lényege szerint lényeges. És az magasan az ember feletti belépett. Voltak ebben ezen a vonalon próbáltak el gondolkozni és eszmélni, ugye például Nietzsche Übermensch teóriája, de ez nem volt tökéletes. A Nietzsche nem tudta tökéletesen megragadni azt, hogy mi az ember felettiség. Mert ő függetlenül rendkívül értékes gondolatai volt. Amíg voltak. Az embernek ahhoz, hogy ráeszmélhessen a benne lévő ember felettire, először is, mint mondtam, meg kell valósítani az embert önmagában. A normális embert. És a normális ember léphet ember felettiségre. Itt óriási hibát követnek el azok, akik a normalitástól való eltérést, méghozzá akár negatív eltérést, valamilyen pozitívumnak fogják fel. Voltak nagy emberek, egyébként, és korábban tiszteletre méltó nagy emberek, akik megőrültek. Volt. Ezeknek a gondolatait, amikor már nem az őrültség állapotában, még nem az őrültség állapotában volt, nagyon sokra értékelhetjük. Nagyon is tisztelhetjük. Például éppen az említett Nietzsche-t. És másokat is. Ezonban mit sem változtat azon, hogy a normalitáshoz való közelítés az adekvát megoldás. Nem a normalitástól való elszakadás. A normalitás egyébként nem átlagost jelent. Ezt nagyon hangsúlyozom. A normális ember nem átlag ember. Az átlag ember nem normális. Az egy ember alatti felé mutató képződmény, az úgynevezett formá, átlag ember. A normális ember és az átlag ember között mérhetetlen távolság van. Na, az átlag embert nem sokra becsüljük. Kevésre becsüljük. Nem becsüljük.
Na, a normális embert annál többre. Becsülnők, hogyha lennének ilyenek. Általában a jelenkori világból a normális ember majdnem teljesen hiányzik. Majdnem teljesen hiányzik. Voltak, akik ezt nagyon megközelítették, kevesen, kevésnél is kevesebben. És ezek végtelen távolságban vannak az átlag ember felett. Persze a jelenlegi úgynevezett emberiség főleg átlagon aluli emberekből áll. Olyanokból, akiket fenntartással lehet embereknek nevezni. Embereknek lehet és kell nevezni, de ezt a fenntartást, ezt valóban fenn kell tartani. Szóval az, aki nem reflektál, már erre utaltam, nem reflektál saját létére, életére, céljaira, saját embermi voltára, a benne rejlő ember felettiségre, aki ezekre nem reflektál, az a szó szigorú értelmében embernek sem nevezhető. Olyasféle, mint az ember, nem állat, semmiképpen nem állat. De vannak olyan lények, emberinek mondott lények, akik három létállapot között foglalnak helyet. A hominális, tehát az emberi jellegű, az animális, az állat jellegű, és a fantomális, a kísértet jellegű állapot között. Tehát vannak ilyen hármas határon mozgó lények. Ezeknek vannak szélsőséges formái, ezek tulajdonképpen emberi szörnyetekek. És vannak nem szélsőséges formái, ezek tulajdonképpen emberi torzulettek. És vannak olyanok, akik ezeket a vonásokat még kevéssé mutatják, de alig többek vagy különbek ennél. Ezeknek például szavazati joguk is van. Ezeknek is való. Ezzel a szavazati jogról való véleményemet is érintettem. Magam részéről nem járok szavazni. Tehát vannak olyan lények, amiket semmiképpen nem lehet állatnak nevezni, minden további nélkül, de az emberi fokot nem érik el. De nem az állat irányában déviálnak,
hanem csak egy bizonyos részben igen, bizonyos részben megmaradnak valamilyen emberi formában, és bizonyos értelemben fantomális, tehát kísérteti, démoni kísérteti létformához tartoznak. Tehát azok a mondák, amelyek különben vámpírokról és egyebekről szólnak, ezek igazak voltak. Ennek a feltétele az volt, hogy tesz halottként temettessenek el. Ma már ezért nem igen fordulnak elő. Valamikor például a Balkánon ezek nem voltak ritkaságok. A Dracula történet sem csupán mese. Egy olyan ember volt, aki 10 000 embert húzatott karóba különben. 10 000 embert. Mátyás király egyik várkapitánya volt. Mátyás írta valakinek, hogy új kapitányommal nagyon meg lehetek elégedve, a bátorsága és szilajsága példamutatóan erős. Hát az volt, igen, szilaj volt. Ez csak kitérő. Kitérő volt. Tehát vannak olyan lények, amelyek például a fantomális irányba mozdulnak el. Vannak olyanok, akik csak vegetatív szinten maradnak fenn. Hiszen születnek olyan gyermekek, akiket különös elzártságban tartják, akik, mit tudom, 40 évesek, ekkorák, fekszenek, mint egy csecsemő, és a szájukba tett ételt nem tudják lenyelni. Tehát ilyenek is vannak. Ezek valamilyen, ezek nem állatok, ezek valamilyen értelemben szintén emberek, de megvan bennük az állati, sőt, színvonalokat tekintve alig érik el a növényi létformát. Alig érik el a növényi létformát. Ezeket az emberi világ produkálja. De az állatvilágban vannak életképtelenül satnya példányok, de például az állati gyenge elmélyűség az nem divat. Ez egy emberi sajátosság. Lehetne különben.
emberi gyengelműség viszont az bőven. De vissza akarok térni ahhoz, hogy az ember azért ettől független ember. És nem állat. És nem az állatoktól származik. És a kezdet embere az az idő felettiség értelmében a kezdet embere. Adam Kadmon. A héber Biblia úgy kezdődik, hogy Bereshit. De ennek az arámi változata úgy, hogy Bekadmin. És ez a Kadmonnal függ össze. Ez is azt jelenti, hogy kezdetben. A Bereshit is kezdetben. Bizonyos értelem ez a kezdet. Egy teremtés előtti teremtéssel is kapcsolatos. Mi a héber Biblia az így folytatódik, hogy Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. És ezt úgy is lehet fordítani, hogy a Bereshit a kezdetben, mint teremtette, a kezdetben teremtette az Eloákat, az eget és a földet. Tehát van egy, mint egy kezdet előtti kezdet. És a kezdet előtti kezdet önmagában kezdettelen. Kezdettelen és végtelen. Ez a normalitás. A kezdetlenség és a végtelenség. Aminek kezdete van és vége van, az nem lehet teljesen normális. Ezért például az emberi élet, a földi emberi élet nem egy normális létállapot, hanem egy normalitáson kívül és normalitás alatti létállapot. Meg kell becsülni, mert az embernek nincs más létállapota, amiből ki tudna indulni. Tehát ez kitűnő állapot arra, hogy kiindulási alap legyen. De nem ez a cél. Ezt tulajdonképpen tudatosítani kellene minden lénynek, minden embernek. Mindenkinek. Aki igazán ráeszmél tudatosan önmagára, az felfedezi, hogy van benne valami, aminek nem volt soha kezdete,
aminek nem lehet vége, aminek nincs feltétele, a mindentől eloldott, vagyis abszolút. Erre nem könnyű rájönni. De az ember, aki valóban reflektál önmagára, mert az emberben van egy eredendő hajlam, hogy önmagára reflektáljon. Van, akiben ez teljes, nem kerül aktiváció, aktivált állapotba soha. Van, akiben pillanatokra aktivált állapotba kerül, és van, akiben azután lassan kialszik. Ez az, amikor az emberek felnőtté válnak, idézőjelben, teljesen. A teljesen felnőtté váló ember azt tartja az adekvátnak, hogyha nem foglalkozik a lényeges kérdésekkel. Lényeges kérdéseket marhaságoknak tartja. Nem egyszer lehet találkozni olyan emberekkel, én is találkoztam, hogy fiatal koromban, érdekel filozófia, foglalkoztam ilyen marhaságokkal, de aztán későbbiekben nem. Tehát amikor kellőképpen felnőttem, amikor megkomolyodtam, akkor már nem foglalkoztam. Tehát ez azt jelenti, hogy jól indult, de kisiklott. De ezt a kisiklást ő pozitívumnak fogja fel, visszatekintve. Ez még szomorúbb. Ez a legszomorúbb tulajdonképpen. Hogy pozitívumnak fogja fel. De ez a késztetés általában rövid ideig azért felébred az emberekben. De van, akiben tényleg csak pillanatokra ébred fel. Van, akit éveken át elkísér, és azután rejti el. Vagy azután esetleg fel valaminek a hatására felveszi, aztán megint elejti. Van, aki emberek hatására ejti el. Emberek hatására vette fel, más emberek hatására elejti. Akiben ez igazán erős, az sohasem ejtheti el semmilyen hatásra. Semmilyen hatásra. Lényhez hozzá, egyre inkább hozzá tartozik, hogy ezek az elengedhetetlen kérdések. Az a kérdés, amit Ramana Maharshi röviden úgy mondott, hogy ki vagyok én. És mint már utaltam erre, soha nem lehet megválaszolni, de nem is kell. Ez nem a megválaszolás értelmében feltett kérdés. Nem azért, hogy ezt mondják meg, hanem azért, hogy a befelé fordulásom, pontosabban az önmagam felé fordulásom egyre intenzívebbé váljék. Azért teszem fel. Nem valakinek teszem fel, hogy mondja meg. Ez a kérdés, mint egy belső otthonommá kell, hogy váljék. De ebben kellene élnem. Feltétlenül, nem feltétlenül.
Ez nem kötelező. Amikor azt mondom, hogy kellene, akkor nem a kötelezés értelmében mondom. Annak számára kötelező, aki ezt önmaga számára kötelezővé tette. Egyébként nem kötelező. Egyáltalán. Helyes, hogyha valakinek ez a célja, mert nem egy kötelességet teljesít. Akármilyen célja lehet. Módjában áll, jogában áll. Ez annak számára kötelező, aki már felismerte, hogy ennél, hogy számomra ez kötelező, mert enélkül nem lehet igazán lennem. Akkor már kötelező önmagam keretein belül. Köszönöm a figyelmet.